A futárszolgálat autójából pakolnak a dolgozók az Olimpiai Sportparknál. Szerdán érkezett meg az ingyenesen igényelhető győri ledek első szállítmánya a városba. A győriled.hu oldalon történő regisztráció során lehet igényelni ezeket, így a városban élők háztartásában a hagyományos izzókat energiatakarékos ledízzókra cserélik. Az első igénylők már jövő héten megkapják ezeket az OSP-ben. Október 6-án, és azt hiszem az első alkalommal, már nem én szervezem, tehát erre a munkatársam megvan, aki ezzel foglalkozik. Azt hiszem, hogy 200 embernek adjuk át először, hiszen most lesz az első ilyen alkalom, és meglátjuk azt, hogy mennyire flottul megy, és hogyha flottabbul megy, akkor természetesen ez még szaporább lesz. Ugye a 750-es érmeosztással kapcsolatban már van egy tapasztalatunk, és hasonlóképpen fogjuk csinálni, hiszen ez egy személyre szóló csomag lesz. Annyi a különbség, hogy 750-es érmével kapcsolatban nem kellett kiválasztani azt, hogy ki fogja megkapni, ezért az mindegy, melyik érmét adtuk oda melyik embernek, és itt viszont személyre szóló csomagok lesznek, tehát egy picit ez bonyolultabb lesz, de pont ezért van egy ilyen próbanap, amikor csak 200 embernek adjuk oda. Az energiatakarékos ledízzók csökkenthetik az energiaválság miatt egyébként is növekvő áramszámlát. Többek között erről is beszél dr. Dézsi Csaba András a reggeli rádiós viziten, ahol a szakképzési centrumhoz tartozó oktatási intézmények tanrendjének átszervezése is szóba került. A szakképzési centrumról van szó, és a tankerületekről, tehát ők irányítják az iskolai képzéseket. Az iskolai képzés kikerült az önkormányzati szervezés, vagy felügyelet, vagy munka alól. Nyilván kapcsolatban vagyunk velük, és próbálunk segíteni, amit tudunk, de hát itt arról van szó, hogy a Covid alatt el kellett távolodni egymástól, most pedig inkább össze kell kicsit egy szűkebb kubatúrába tömörülni, hiszen az energia árak azok mennek fölfelé az égbe, és ennek következtében, hogy ezt ki is tudják gazdálkodni az intézmények, ezért vannak ezek az átszervezések. Az igazság, hogy Győr iskolaváros volt valamikor, ma is iskolaváros, de ma már nem a városi önkormányzat az, amelyik ezt szervezi és irányítja. Az épületek a miénk, tehát annak a karbantartását valamilyen szinten nekünk is végezni kell, de alapvetően nem a mi feladatunk. Úgyhogy ebben a kérdésben én olyan konkrét válaszokat, mint a tarrendszervezés, vagy pedig miért zárják be a tornatermeket, ezt nem tudom megmondani, mert hiszen ezeket nem mi felügyeljük. Azt tudom, hogy viszont az uszodát és a sport létesítményeket viszont igen. Az érintett iskolákban a tanulók adott esetben más intézményben és délutáni oktatásban tanulhatnak majd. A pontos tájékoztatás azonban ez esetben az iskolákon keresztül a centrum feladata, a sport létesítmények fenntartása azonban a városé. Győrben több mint 1 milliárd forintot fordítunk jelenleg is a különböző sportlétesítmények a fenntartására, támogatására azért, hogy az emberek sportolni tudjanak, és tényleg színes kínálat van. De ezek mind-mind akkor épültek, amikor korlátlan volt az energia, olcsó volt a fenntartásukra, a fenntarthatóságukra azért nagy figyelmet nem fordítottak az idők során. Hát most át kell gondolni ezeket a struktúrákat is, és energiatakarékos megoldásokat kell kiépíteni, és részben ezért is, és részben pedig azért, mert az energiaszámláknak a megtakarítása, hogy csak pontosan úgy, mint egy házban, vagy egy otthonban, ahogy az ember, mikor azon gondolkodik, hogy ennyi pénzem van, hogy tudok ebből kijönni a hó végéig, ugyanígy kell gondolkodni egy városi költségvetésben is, hogy azokat az energiaszámlákat ki kell fizetni, tehát nyilván figyelni kell arra a gondos gazda módján, hogy az energia megtakarításra figyeljünk, és sajnos jelen esetben például egy olimpiai sportparknak a fenntartása, egy úszodának a fenntartása, három úszodának a fenntartása, az meghaladja a Győrváros sának is az anyagi lehetőségeit. A városvezető szerint reagálni kell a kihívásokra, a legfontosabb továbbra is a munkahelyek megtartása. Átcsoportosításokkal igyekeznek mindenkinek segíteni majd, hogy átvészeljék ezt a nehéz időszakot.